קוראים בספר כתבי רבש. Jó reggelt mindenkinek! Rabas írásaiból olvasunk második kötet, mondják a héber oldalszámot, a cikknek a címe. Mi az E? Mit jelent az, hogy az Urad az Istened el van rejtve a munkában? Nincs angol fordítása írásban, kaptévén keresztül lehet kérdéseket feltenni, és a megfelelő kérdések ki lesznek sugárazva a lecke során. Tehát még egyszer, mi az, hogy az Úr el van rejtve, az Úr a te Istened el van rejtve a munka során? Ismert, hogy a Tóra és a parancsolatok megtartásában van a cselekedet és van a szándék. A cselekedet, ez az, amit nevezünk, amikor megtartja az ember a Tórát és a parancsolatot, annak minden részletében és pontosságában, és az, hogy az ember meg tudja ezt tenni, hinnie kell, hogy a jutalmat kap a munkája során, és ez, amiről Maimonides azt mondja, a Megváltás vezénylése című cikkében azt írja, hogy a nőket, a kicsiket és a nem tudom, kisodákat nem szabad elutasítani, hanem kizárólag a félelemből kell tanítani, annak érdekében, hogy jutalmat kapjanak. És annak érdekében, hogy emeljük az értelmüket és bölcsebbé tegyük őket, fel kell tárni számukra a bölcsességet, de lépésről lépésre. Ebből kifolyólag ők a parancsolatok cselekedeteit követik, ami jutalmat ad azoknak, akik végrehajtják, és ez a munkának egy része. Tehát amikor az ember látja, hogy a cselekedet eredményeképpen jutalomra számíthat, nyilván akkor megjelenik egy másik ember, aki pedig azt látja, hogy ő megtartja a Tórát és a parancsolatokat, és ezt nevezzük úgy, hogy a feltárt része a Tórának, mivel az ember cselekedetei alapján feltárulnak a Tóra titkai, és ilyen módon a szándék az, ami megtekinthető, amely ezeket a cselekedeteket a mennyek érdekében mutatja, és a szándék alapján az ember nem látja csak az igazat. Az embernek látnia kell, hogy mivel nem látja az igazat, mivel az ember képtelen saját magát helyesen megítélni, és ebből következik, hogy a szándéknak a lényegét elrejtettnek nevezzük, azaz el van rejtve az embertől magától, aki nem láthatja ilyen módon az igazat, és különösen a szándék az, amely el van rejtve, a barátainak a szándékat, az ember nem látja azt, hogy mire irányul a barátja, miközben megtartja a Tórát és a parancsolatokat, ezért ezt nevezzük úgy, hogy a munka elrejtett része. És a mi munkánkban meg kell különböztetni a feltárt részt, melyet cselekedetnek nevezünk, és az elrejtett részt, melyeket a mennyekére irányuló szándéknak nevezünk, és meg kell különböztetni a kollektívnek a munkáját, meg az egyénnek a munkáját, és az általános munkája, vagy a kollektív munka az embernek adja meg az előrehaladásnak a lényegét, és teljesen szükségszerű a munkában való előadás, és az ember ilyen módon mindig élvezni is kell, hogy élvezés a munkáját, hiszen másképp nem is lehetne megérteni, hogy hogyan lehetséges az, hogy az összes ember a Tórához, a parancsolathoz kapcsolódjon, hiszen az ember érez a munkából ízeket, és ezek az ízek az általánosság fölött, mint körülbelül fény ragyognak, és ezt nevezzük úgy, hogy a domem de kedusa, azaz a szentségnek az ásványi része. Tehát ugyanúgy, mint a fizikai világban, ahogy az összes növény, meg az összes... Tehát minden az ásványi világban származik, az összes növény is, és az állat is. Nyilvánvalóan ez az aspektusa az ásványi létnek, amely áthatja az egész létezést. És a körülbelül fény az, amely minden ragyog a kollektíva fölött, hogyha ezek magukra tudják mondani, Tórát és a parancsolatot és a mennyei királyság terheit, akkor a szándék az, amelyik igazából másképp működik, amely a test ellenében működik és dolgozik a saját előnyétre, mivel a kollektíva az, ahogy azt Rambam mondja, amelyet tanítani kell annak érdekében, hogy jutalmat kapjon, és hogy kiterjessze az ember felett a jutalomnak és a büntetésnek a hitét, az azt, hogy az ember a munkáját boldogan és sóvára tudja végezni, hogy jön ez az pont, ahol az ember kiérdemli az úton való hadás során,
az adakozás eléréséhez való fordulatot, ami a test természetén messze túlmutat, és akkor a test azonnal elkezd ellenállni a saját módján ennek a munkának. És akkor a hit az, amely ragyog az ember felett, mint fény, és akkor már elegendő. És akkor itt feltárul a testnek a kérdése, megérkezik az emelkedés és a zuhanás, és az ember joggal gondolhatja, hogy nem érdemelteni ki a teremtő szolgálatát, vagyis annak azt, hogy képes legyen mindent a mennyek érdekében tenni, mivel minden egyes alkalommal idegen gondolatok támadják meg az embert, és az ember alig képes túllépni ezen. Azonban megfelelően válaszolám mondott, nekünk hinni kell abban, hogy a teremtő az, aki ezeket az idegen gondolatokat ránk zújtja, és ez mind annak érdekében érkezik, hogy ezáltal is meg felépítsük azt a vágyat, hogy hozzá akarjunk fordulni, könyörögni a szívünk mélyére, hogy segítsen. Ahogy mondva van, az itt más istenek, vagy idegen istenek címem, és nekünk egyetlen lehetőségünk van, hogy növeljük az ima erejét a teremtő felé, hogy adja meg az adakozásnak a vágyát, és ilyen módon, ugye mi képtenek vagyunk önmagunk által megnövelni a vágynak az erejét, és ebből következőleg értelmezhetjük a tanácsot kétfajta módon. Az első, hogy látnunk kell, hogy hogyan növelhetjük az adakozásnak az erejét, שייתן לנו את הכוח הזה. וזה נקרא בשם תרייג איטין. היינו תרייג עצות. איך להגיע שיהיה לנו כלי המכונה חיסרון ומילוי... Ez a tanács pedig arra vonatkozik, hogy hogyan jutottunk el az a ponthoz, ahol valóban kiépítjük a hiányt, és a kitöltést, amit pedig úgy fény, az, hogy a teremtő valakinek adja meg az adakozásnak az erejét és a vágyát, és ezért a teremtő tud adni egy második természetet, az adakozásnak a természetét, és miután mi valóban elérjük az adakozásnak az erejét, érdemelhetjük ki a 613 lerakatnak nevezett parancsolatot, ami addig, amíg nem hagyjuk végre, csak lerakat, és nem más. És itt elmagyarázhatjuk azt, amiről írva van, hogy az Úrad, az Istened van elrejtve előled, de ez pedig a szándéknak a lényegére mutat rá, amely minden cselekedetnek érdekében hajt végre, és ez már a teremtőhöz tartozik, azaz az ember nem tudja elérni ezt az erőt önmagáltal. Ezért az embernek tudnia kell, hogy amikor látja, hogy lehetetlen túllépni azon a ponton, ahol megvan az erejének a cselekedeti lehetőség a mennyek érdekében, akkor az ember nem menekült el a csatamezőről, mivel azt kell, hogy lássa, hogy soha nem fogja ezt elérni. Ezért a szöveg mondja, hogy az elrejtés az az Úr, az Istennek az elrejtése, amely azt jelenti, hogy az elrejtett rész, azaz a szándék az adakozásra, az nem az ember kezében van, hanem sokkal inkább a teremtő kezében, hogy egy második természetet adjon az adakozás érdekében, ahogy mondva van, az elrejtett, az az Úrhoz, a te Istenedhez tartozik, azaz ő adta neked ezt. Azonban, akkor, miközben az ember elnyeri az adakozásnak az erejét, nem azért kell megkapni, hogy a kapnakarás meghaljon, mert hogyha a kapnakarás meghalna, akkor az ember nem lenne képes látni a kapnakarás mélységét, és ebből következik, látszik, hogy az embernek a kapnakarás megváltás nélkül halna meg, és akkor az ember, és az ember pedig nem ezt akar, erre meg akarja váltani, és ezért az embernek állandóan figyelembe kell vennie, hogy harcolnia kell a saját kapnakarásával, de látnia kell, hogy a kapnakarás hogyan szolgálja valójában az adakozás szándék kialakulását, mert a tshuva, a megváltás, az adakozás szándékából árad, és ezért a kapni akarásnak
Úgy kell működni, hogy megszerzés az adakozás érdekében, és amikor a kapnak alás meghal, mielőtt az ember alávetné ennek a munkának az adakozás érdekében, nyilvánvalóan az ember addig nem tudja a kapnak alását korrigálni sem, amíg ez nem történik meg, és erről mondva van az 59-es Zsoltárban, hogy az Úr jóságos és kegyelmes, tehát, és megment az ellenségeim kezéből, és pontosan azt mondhatja meg nekem, hogy minek kell sóvárogni, és nem öli meg az ellenségeimet, csak megment a kezéből, azaz nem következett meg az embereimről, ahogy mondja, mert az, aki meg van halva, meghal, az elfelejtik, ezért nem szabad megölni a kapkarást, hanem abba a át kell struktúrálni a kapnakarásnak az erejét, állandóan emlékezni kell arra, hogy miért imádkozott Dávid olyan sokszor ahhoz, hogy a teremtő ne öljen meg az ellenségeit, hagyja életbe, de szegényítse ki őket, azaz, mert ha megölné őket, akkor a megváltástól magát ölni meg. Ezért a teremtőt meg kell kérni, hogy tartsa az ellenségeket életbe, és tegye őket szegényé, és ezen a módon tegyen képessé bennünket, hogy kikerüljünk az uralmuk alól. Ez jelenti azt az alacsony csel az ellenséget. Hogyan magyarázhatjuk ezt el a munkában? Mindeneket értenünk kell, hogy ki Dávid király, ismert, hogy Dávid király maga a Malchut, amely a mennyei királyság maga, a szentség malhutja, az az adakozási erő, és ami ezzel ellentétes, az a kapnakarás érdekében, ami Szitra Akrának a másik oldalak nevezünk, amely ellentétes a szentséggel, és ez az, ami gyűlöli a szentséget, és erről van mondva, hogy a bűnösök látják az igazakat, és meg akarják ölni őket, azaz a kapni akarás, meg akarja ölni az adományozni akarást. Ezért Dávid, aki a Malchut de Kedusának a megváltója, a kapni akarás, mint ellenségét, amely meg akarja ölni a szentséget, azaz adományozni akarást, arra kéri a teremtő, hogy mentse meg, hogy a kapni akarás, és váltsa meg, hogy a kapni akarás az ő ellensége képes legyen, ne legyen többek képes uralkodni rajta, ezért mondja azt, hogy Uram, te vagy a megváltóm, aki kivezet a halálvölgyéből, és a teremtő az, aki nekem kegyelmet ad, és megkegyelmez először, azaz, hogy az adományozni akarás, amely a kegyelem uralja a kapni akarást, bár anélkül, hogy megölné, bocsánat, és nyilvánvalóan ez nem magától értetődő evidencia, mert hogyha aki meghal, azt elfelejti. Tehát minden erőddel mozgasd el, Istenem, az utamból, vidd el a saját helyére, a mélységbe a kapnakarást, tedd szegényé, szegényíts ki, azaz ne adj fényt rá, és ám minden alkalommal emlékeznünk kell erre a munkában, mert meg kell értenünk, hogy a munkának a lényege az az, hogy az ellenségünk, a kapnakarás önmagában, az ellenségünk, de nem szabad meghalnia, mert ha a kapnakarás viszont felébred, akkor a kapnakarás nem akar látni maga fölött az uralkodó adományozni akarás, azaz az embereknek látni kell, hogy a körülő fény felé hogyan fordulok én. Ez a lényeg a teljességnek, amely nem más, mint az ítéletek megédesítése, melyet úgy is nevezik, hogy gvurot, azok a gvurák, melyek örömet hoznak, és ilyen módon, amikor a kapnakarás el lesz nyomva vagy törölve, és az adományoznakarás a vezető, ez még nem a teljes célja a teljességnek, mivel a teremtés végső célja, hogy minden örömet adjon a teremtő a teremtett lényeknek, azaz, hogy a teremtett lény örömet adományozzon azáltal a teremtőnek, hogy elfogadjon, hogy a teremtő adni akar neki. Ezért a teremtett lénynek a lényege az, hogy azzal okozzon örömet a teremtőnek, hogy a teremtett lények irányával kapcsolatát korrigálja, és ez nem magától értetődő ez a fajta
revans, amit veszünk a megszerzési vágyom, mivel a kapni akarás az többé ilyen értelemben nem is létezik. Tehát amikor a kapni akarás feléled, és életre kell, akkor el kell fogadnia az adományozni akarásnak a... Tehát nyilván ez mindenkinek magától értetődő lesz, hogy a kapni akarás az szolgálni kezdi az embert azáltal, hogy magára vonja az adományozni akarásnak az erejét. Ezt nevezzük úgy, hogy megszerzés az adakozás érdekében. Azaz, el kell fogadni a teremtésnek a végső célját, amely az, hogy előnyt adunk az adományozni akarásnak, a teremtőnek való összetapadás érdekében. Az embernek adakozni kell a saját teremtője felé, és éreznie kell, hogy mit tud adni a teremtőnek annak érdekében, hogy az örömet érezzem. És csak ilyen módon tud jót és jóságos fényeket kapni, hogy a teremtő örömét is megszerezzük, meg ez az, ami a teremtés végső célja. És ezáltal megérthetjük az ítéletek megérdesítésének a kérdését. Az ítéletek megérdesítése, és az túlkerülés is jelent, amely leginkább akkor van, amikor az ember a megszerzési edényekkel dolgozik, később pedig tanuljuk, hogy a cselekedet önmagában a szándék által van működtetve. Ezért, amikor az ember a megszerzési edényekkel működik és dolgozik, akkor egy szándékot kell megszerezni, amely ellentétes cselekedetekkel, amit adakozásnak neveznek, és akkor egy extra túlkerülési erőre van szükségünk, mivel általában az ítéleteket, a dinimeket a megszerzési edények felett értelmezzük, amely a megszorítás oka végső soron, hogy nem használhatók ezek az edények csak az adakozás szándékával. És akkor, amikor az ember a kilép a megszerzési vágy uralma, a megszerzési szándék uralma elől, ezt keserűségnek nevezzük, a megszerzés ítéletét. Hogyan tud kilépni alóla? Ez egy nagy kérdés. És hogyha az ember képes megölni, lenne megölni a kapnakarást, akkor ezek eltűnnének ugyan, de mennyire boldogok lennénk, ha ezt meg lehetne tenni. De pontosan ez az, amiről király azt mondja, hogy ne öld meg az ellenségemet, uram, és ne feledkezz el népedről, hanem egyszerűen csökkentsd az ellenséged erejét, és az egyik helyről a másikra mozdítsd el őket, vidd le őket, a gazdagság szintjéről a szegénység szintjére. Szegény is ki az ellenséget, hogy ne tudjanak megszerezni semmit a megszerzésből, hanem legyenek szegények a felső bőrségben. És ez a revans, ez a elégtétel az, amikor a megszerzés edényeket csak adakozásra lehet felhasználni, és ez csak akkor jelent meg, amikor minden egyszer lép be a szentség területére, amely a megszerzés az adakozás érdekében. Ezt nevezzük úgy, hogy az ítéletek megédesítése. Ez a jelentése a Rosh Hashanának, az új évnek, mert Yamim Noaimnak, borzasztó napoknak is nevezünk. Ahogy Ari mondja, a Rosh Hashana az Malkut építkezésének az ideje, amikor az ítéletek erejével építkezik, a Midat Hadinnel, és a Malkut... és ez azt is jelenti, hogy az egész világnak ezt az aspektust kell követni, hiszen a Malkutot úgy is nevezzük, hogy Knesset Izrael, Izrael gyülekezete, amely magában foglalja mind a 600 ezer lelkét Izraelnek, és az egész munkája Rosh Hashanának az az, hogy az ember elfogadja a Malkut terheit, ez az, amiért imádkoznunk kell, és a világ teljes királyának teljes dicsőségéért kell imádkoznunk, amely azt jelenti, hogy a Malkutnak el kell fogadnia a koronát maga fölött, az ő királysága megadja a szentség formáját, amely a porban van, mégpedig a dicsőség formájában. Ezért Rosh Hashanakor úgy imádkozunk, hogy add meg a dicsőséget az emberei, a saját dicsőséget az embereidnek, azaz azt kérjük a Teremtőtől, hogy a Teremtő adja meg a számunkra azt, hogy érezzük a mennyei királyság dicsőségének erejét, mert a Rosh Hashana az nem más, mint a Malkut Shamayimnak az ereje, az a mennyei királyság az, amely most a porban hever, és ezért a Rosh Hashana az ideje annak, hogy kéressük a Teremtőt, hogy érezhessük a mennyek dicsőségét, azaz a mennyek erejét, amely felett uralkodunk, és ez az idő,
amikor kérnünk kell a mennyei királyságnak az erejét, hogy ez feltáruljon a teljes világ számára, azaz, hogy az egész világot kitöltse az ő dicsősége, és hogy érezni lesen az egész világ, ahogy mondva van, szolgáljává váljon, és ez az ima, ez mind, az egész, mind a részleg, rész, mind az egész szempontjából értelmezhető. Azaz, hogyha az ember egy, hiszen ha az ember egy kicsiny világ, akkor ő bele van foglaltatva, integrálva az a nagy világba, és ezért azt kell kérnünk a Teremtőtől, hogy semmilyen aspektus nem maradjon az embernek az önmagára irányuló megszerzésben, hanem az egész földet töltse ki, az az összes vágyat, az Úr ismerete, és ez hasonlóan az összes imája a Rosh Hashanának, ez egy általános ima, amely a közösségért szól, azaz a kürt megfújása is a munkának a megfelelő sorrendét jelenti, amely három vonalon történik, amikor valaki a Teremtőért dolgozik, akkor egyetlen vonalat kell megtalálnia, mert amikor mi a jobbról és a balról beszélünk, az kizárólag akkor értelmezhető, amikor csak két vonalunk van, és az egyetlen vonalat pedig slimutnak nevezünk, teljességnek, tökéletességnek, amelyet úgyis, amivel jelkezzük a cselekedeteket, amely azt jelenti, hogy az ember azt mondhatja magáról, mivel ma az Úr, a te Istened, arra utasított téged, hogy ezt meg ezt tedd, ahogy a bölcseink mondják, minden nap egy új dolog kell megjelenjen a te szemedben, amelyen túl kell lépned, és ebből következik, hogy minden áldott nap egy új kezdet. Ezért, amikor az ember elkezd egy vonalon dolgozni, akkor boldognak kell lennie azáltal, hogy kiérdemelt azt a privilégiumot, hogy megtarthatja a Tóra parancsolatait. És akkor az ember egy szándékkal mozdulhat el, amely nem lehet más, mint az, hogy mennyire van szükségünk mindenre, hogy a mennyek érdekében végrehajtsuk, és akkor elkezdődik a valódi munka, mivel akkor az ember láthatja, hogy nincs egyetlen szerve sem, amely ne a mennyek érdekében akarna cselekedni, és ezt nevezzük úgy, hogy balvonal, ahogy ezt a bölcseink mondják, a bal elutasít, amely azt jelenti, hogy az embernek látnia kell, hogy milyen messze vagyok a Teremtőtől, hogy egyfelől hinni kell abban, hogy a Teremtő elutasítja az embert, mivel ezáltal hatalmas erőfeszítéseket kell tenni, és akkor az ember visszatér az egyetlen vonalra, amelyet teljesének nevezünk, és most már az egyetlen vonal, amely uralkodik az ember felett, az a jobb vonal, mivel a bal vonal az a jobb ellenében dolgozik, és később pedig az ember majd felfedezi a középső vonalat, melyet úgy is nevezzük, hogy a Teremtő megadja a lelkét az embernek. Elnézések iszonyúan hadarnak, írásban meg nincs fordítás. השאלה הראשונה. קרדש, זה שקרדש בו השפיר. Mit jelent az, hogy, hogy a mennyek érdekében kell keresni a, hogy a mennyek érdekére kell irányulni? De mit jelent az a munkában, hogy a mennyek érdekeit kell követni? Nív. Ez azt jelenti, hogy az összes szándékunknak ki kell lépni a saját előnyünk mögül, és a Teremtőt kell szolgálnia. Kérdező srác, amikor az ember a tízes körben, az összes cselekedetével, az adakozás szándékára akar irányulni a Teremtő segítségével, aki megadja nekünk a helyes szándékot, hogy tényleg a mennyek érdekeit szolgáljuk. Hát én nem tudom, a cikk alapvetően azt mondja, hogy a Teremtőnek nincs szüksége semmire. Nincs szüksége semmire a teremtett lény oldaláról. Tehát ez egy aktuális korrekció, amelynek a teremtett lény előnyeit kell szolgálnia.
קודם כל זה שאדם לא רוצה לקבל שום דבר לעצמו, אלא שהוא חושב רק איך להיטיב לחיים. Tehát mindenek előtt az ember nem akar magának semmit. ודרכם לבורא. מעל כל מיני רצונות ש... hanem a barátaim és a rabon keresztül a teremtőt akarja szolgálni, azaz csak ez az egyetlen vágy, azt akarja, az egyetlen vágy legyen, amit szolgál. זה למשהו שהוא לא לעצמי, כאילו לא לראות שום תועלת בזה לעצמי, אלא באמת להשתדל להיות בכוונה על מנת להשפיע. Tehát valóban nekünk azon a szándékkal kell előadni, hogy adakozzunk másoknak, hogy örömet tudjunk adni a teremtőnknek. זו כל העבודה שלנו, להגיע למצב שצריך לשנות את ה... לא את המעשים, אלא רק את הכוונה. שהיא תהיה למען ה... a szándék יצירת הכלי, az, שבו, amelyel egyetlen edényt kell megteremteni, חשבון על עצמי, אין לו amely כבר עשירייה, egy számítást ad, az az, hogy a tíz az egy legyen, az az, hogy ne legyen egyén, amelyik leválik erről. A tízes körnek a formája az, ami valóban a teremtő formáját adja meg, amely valóban egy irányultságot ad, amely irányultság a teremtő teljességét adja meg. Nekünk el kell érni a formaegyezést, azt a fajta minőséget, amelyben megvan az a szándék a teljes adakozásra, amelyből képesek vagyunk a teljes bőséget megragadni a teremtőnek. Tehát mi az, ami amikor nekünk másokra kell rányomni? Mit kér tőlünk, mit követel tőlünk az, hogy megváltozzuk a szándékunkat? Hogy valóban képesek legyünk a megszerzett adakozás érdekében. Mindig megszerzők vagyunk. Tehát miért követeli ez meg tőlünk, hogy megváltoztassuk a szándékunkat? Mit ad nekünk ez, hogyha ezt meg tudjuk tenni? A cselekedet az a következő szintre irányul, amely a két pont közötti határvonal, ez ami elvisz bennünket a célhoz, amely nem más, mint hogy előnyt adni a saját teremtésünknek, és ilyen módon nekünk adakozni kell, és ezen keresztül feltárjuk a teremtőt önmagunkon belül. Hát mi más tudunk megváltoztatni? Tehát hogy lehetünk a jó ellenében? Tehát minden, amit érzünk, hogy jó, miközben állandóan ez csak egy harc, tehát ez a teremtő érdekében kell tenni, ami azt jelenti, hogy pontosan az alkotás szándékával tudjuk korrigálni a kapcsolatot vele és egymás között is. Tehát ez egyébként ellentétes sok esetben a saját alapvető irányultságunkkal, ezért hiszen az az lenne, hogy adakozzunk, de a megszerzés érdekében. Tehát ez egyetlen mód, amely tehát megszerezni az előnyt, azt jelenti, hogy mi olyan vagyunk, mint ő, hogy adakozóak legyünk, hogy valóban minden teremtett lény hogy kérni tudjuk,
הדרך הכי טובה להכיר את הכוח. A teremtő segítségét, ezért tudnunk kell, hogy ő az, aki kitölti a kérésünket, hogy van az az erő, amelyen keresztül tőle kaphatunk meg minden irányultságot. És ez nagyon szépen van leírva az allegóriával, hogy csak miután átmegyünk a korrekción, leszünk képesek élvezni minden jót, amit a Teremtő elkezdett a számunkra. Mi a korrekció? Az, hogy visszavezessen bennünket az egybe, azokat a kicsi darabokat, amelyek a lélek leszakadt részei egyetlen léleké válnak újra, azáltal megváltoztatják a szándékot, azaz, hogy teljes egészében a teljes testet szolgálja mindez. Mi azt mondjuk, hogy a cselekedete annyira nem fontos, ami igazán fontos, az a szándék. És ez nyilván más, hogyha a szándék az fix, akkor a cselekedetnek kell megváltoznia. Hogyan néz ki ez a dolog? Tehát nekünk kell a cselekedet és a szándék, ugye? A cselekedettel nem kell annyira törődnünk, hanem mert a szándéknak kell másokra legyen, és nem rám. Így két, ez a különbség a két világ között. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hanem valamire meg kell változni, és így kell megváltozhatni a szándékot. A szándék az vagy magamra irányul, vagy másokra. Ha másokra irányul, akkor a cselekedet maga is megváltozik. Tehát a... Oké, na de akkor, ha a szándéknak ilyen értelemben fixnek kell lenni, akkor mi történik a cselekedettel? Tehát röviden, ezen vagy azon a módon, de milyen számítás jelenik meg e mögött? Tehát, hogyha... Ha én fixálom a szándékot, akkor a cselekedetet változtatom, vagy fordítva, hogy történjen ez meg? Mert a két dologon túlmenően nincs semmi. Tehát van a adakozása megszerzés érdekében. Tehát amíg többet hozzáadunk, akkor még zavaróbb az, ami kijön. Tehát minden cselekedet mögött egy ellentétes erő jelenik meg. Tehát... Tehát, hogyha a szándék az magamra irányuló marad, akkor semmi nem változik meg, de a szándék másokra irányul, akkor valóban fix minden, és akkor reformál fény az, amely eljutott bennünket, oda, hogy megváltoztassa a szándékot, hogy valóban a maximális minőséggel vigye ezt előre. Itt nem csak egy válasz van, tehát a cselekedetnek nyilvánvalóan annak érdekében kell megjelenni, hogy az adakozás még nagyobb erőben megjelenjen. Hogyha adakozni akarunk mások felé, akkor nyilván cselekedetekre is szükség van. És szükség van arra, hogy megváltozzon az, amit teszünk. Úgy tűnik nekem, hogy a szándéknak fixnek kell lenni, hogy valóban egyfajta függetlenség jelenjen meg, mivel ez egy konstans dolog, csak amikor megpróbáljuk a szándékok munkáját megváltoztatni, akkor értjük meg a különbséget, és tudunk előre haladni. A szándék minden, mivel a cselekedet mindig ugyanaz, ezért a világ valamilyen módon halad előre, és csak a szándék az, amely a teljes képet megváltoztatja.
Tehát nekünk úgy kell tanítani a gyermekeinket, hogy mindig a szeretet szándékát érezzék. Tehát nekünk jó szándékkal kell a gyerekhez fordulni. Tehát abból a pontból, ahol a gyereket tanítjuk, értenie kell, hogy mit jelent ez. Tehát nyilván a jó szándék az, amely megfelelő módon haladhat előre. És ez az, amikor az emberek értik az adakozást, és képesek adakozni és megtenni mindent, hogy a végén ne szerezzen meg magának semmit, és megvegyen mégis mindent, amit lehet. Ez a szándékon túlmenően. Tehát a cselekedeteknek úgy kell megváltozni, hogy a szándék változásra induljon először. Tehát a formaegyezés az, ami... Tehát nekünk szükségünk van arra, hogy megszerezzünk, de ne a megszerzés érdekében, hanem az adakozás érdekében. Tehát semmit nincs mit hozzátenni. Tehát meg kell értenünk, hogyha a számítások egy külső irányultsági folyamat van, ezt lehet megváltoztatni, és semmi más nem fog segíteni. És hogyha a fény megváltozott engem, akkor a szándékaimat kell, hogy megváltoztassak. Mert a szándék, a mögöttes szándék az, ami minden. Rav. Tehát ez az, ami invertálja a kapni akarást, adományozni akarásba. A szándékot nem tudjuk, nem ismerjük pontosan. És a fényben, a fény befolyásol felülről. Mit jelent ez? Az, hogy a változás által kell tulajdonképpen előbe jutni. Mutatja, hogy gyorsuljanak be egy kicsit. Tehát nekünk kapcsolódjatok, keressetek egymás között az előadást, hogy אנחנו רצון לקבל והאור על ידי רצון לקבל מלמד אותנו מה זה כוונה להשפיע. Tehát a kapnakarás által látni kell, hogy mi az adakozási szándék, amely folyamatosan arra irány, hogy még többet megszerezni, szinte állandóan. Tehát amikor... Tehát avval az impresszióval, hogy ki kell fejleszteni a kapni akarásnak az adakozás irányuló részét, az, hogy egyre jobban meg kell adni a képességet arra, hogy a szándékaink, tehát különösen a fénynek a minősége az, tehát nagyon különleges az, tehát ez a változás folyamatos kell, hogy legyen, és az adakozás az, amely nyomásra vesz bennünket, és megváltoztat bennünket. Tehát nyilván vagy a felgyorsításon vagyunk, vagy pedig a csapások hatása alatt, és az idő hatása alatt. Tehát, tehát összekapcsolódunk, és akkor kikerüljük a csapásokat. Tehát mind a rádióadásra ráhangoljuk magunkat erre a tapasztalatra. Tehát, hogy mi történik. Tehát annak érdekében, hogy adakozni tudjunk. Mivel...
A kapniakarás az, amely sovárog a fény után, mert ez a forrás, amire szüksége van, ez azzal a feltétele szerezhető meg, hogy nem magunknak szerezzük meg a fényt, nem a kapniakarás magát szolgálja a fénye, hanem a fény a törött részeket összekapcsolva elkezd annak az érdekében dolgozni, hogy valóban elkezdjem más részhez kell összekapcsolódni. A fény az edényen ragyog, és megmutatja az edénynek, hogy mennyire ellentétes, mennyire borzasztó a fény minőségével összehasonlításban, és ez egy új hiányt fejlesz ki. Tehát az új hiány az, amely biztosítja a különböző valóság részeket, hogy leváljon a pillanatnyi valóságról, és összegyűjtsön egy új, végtelen erejű valóságot. Igen, ez a kapniakarást fejleszti. Ez van egy szikra felülről, amely fekete pont. Amit a fény tesz, az egyszerűen növeli ezt a pontot. Ez a workshophoz hasonló folyamat, ahol mi egymást fordítjuk meg, és egymásra figyelünk, és megpróbáljuk megtapasztalni együtt a dolgokat a változásokon keresztül. Valóban a workshopban a fény dolgozik, és valóban azt érezhetjük, hogy minden a szeretet irányít. Tehát amikor a workshopról beszélünk, akkor látnunk kell, hogy egyfelől ott van a barátok csoportja, amely összekapcsolódik, vagy megpróbál összekapcsolódni, és a választ ebben a kapcsolatban akarja megtalálni a kérdésre. Tehát az, hogy a fény mindig győz a sötétség felett, ez egy dolog. Ugyanakkor viszont a két ellentétes dolognak az erejét is itt lehet megtapasztalni. Tehát az adományozásnak és a megszerzésnek. Az, hogy magamra akar irányulni a megszerzésem, ez csak annak köszönhető, hogy a részek közötti szeparáció meghat az erejű, és ugyanaz a spirituális erő, amikor összekapcsolja a részeket, akkor az ember nem tud már többé magára irányulni, mert a kapcsolat meghatározó erejű lesz a részek között. A változás, vagy a következő srác, az nem a fényben történik, nem is a fény csinál maga változást, hanem az edény az, ami a fény hatására képes ezt új vizsgálatokat tartani, hogy honnan kap nagyobb örömet. És fokozatosan a köztünk lévő kapcsolatból egy végtelen öröm tárul fel, és ez az a változás, amikor az edény a kapcsolatban elkezdi megtapasztalni más edénynek a kapcsolatát, a helyes szándék által, és ez az, amikor a fény adakozni kezd. Nem invertálódik az adományozásból kapni akarás, hanem az én fekete pontomhoz kapcsolódik, és más pontokhoz is, és akkor egy új edény formálódik meg. Mivel a fény teremtette a kapniakarást, ő egy pontos formát teremtett, amelyet aztán már fejleszteni is tud. Tehát a végén a szívelő pont felébred annak érdekében, hogy visszatérjen a saját forrásához, és akkor a tapasztaláson keresztül a kapniakarás visszatér adományozni akarásba. A fény az, amelyik kiépíti a teremtett lényben a teljességet. Ez olyan, mint egy apa, aki ismeri a gyermekét, és tudja pontosan, mire van szüksége annak érdekében, hogy támogassa őt minden egyes pillanatban. Tehát pontosan ezt vagy azt adja meg neki, pontosan azon a módon, hogy a fiú a legjobban haladhasson előre. Körkös, tehát, és hogyha a fiú nem akar előre adni, akkor a fény
fényében láthatjuk a korrigálatlan dolgokat, és ezek ugyan fájdalmasak az egó számára, ezért kell segítenünk egymást, hogy mégis oda tudjuk fordulni a fény felé, hogy el tudjuk viselni a feltárulás fájdalmát, mert az egó nem akarja egyáltalán ezt, ő távol akar lökni bennünket a fájdalmas dolgoktól, tehát a korrekció, ami segít nekünk abban, hogy a fény az a korrigálatlan dolgokon ragyogjon, és hirtelen felfedezhetjük, oké, hogy ez a gonosz, amelyet korrigálnunk kell. Mi van az, hogy a fénynek a befolyása által lehetségesek a változás? Ez azért van így, mivel abban a mértékben, amilyen mértékben erőfeszítést teszünk a kapcsolatra, mondjuk magunkra a fény, és ezáltal kiépítjük a korrigált állapotot, és akkor a fény a korrigált állapot elérése után feltárul az edényben. Mivel a korrigált állapot az a resimóknak megfelelően létezik az emberben, és ilyen módon erőfeszítést kell tennünk, azaz az vannak állapotok, amelyek megnyílnak a számunkra, és meg kell találnunk a képességeket, hogy képesek legyünk kérni ezt a váltást. Ha mi azt látjuk a Földet kitöltöző dicsősége, hogy a Teremtő ural minden cselekedetet és a teljes teremtést, és nincs egyetlen hely sem, amely ne uralkodna, akkor hol lehet az összefogást megtalálni? Van itt egyetlen üres hely? Hát nincs üres hely, valószínűleg ez a válasz, de majd mindjárt kiderül. De világos a kérdés, nem? Kérdezi rá. Hát mi marad a számunkra? Hogyha minden a teremtő, akkor mi marad a számunkra? Cselekedetek, szándékok, gondolatok, ima, lényegtelen, mi marad a számunkra? Ez mind ő, ugye? Vagy ez hülyeség, hogy mondok, hogy rögtön. Mi marad? Milyen elem marad, amelyik szabad, amelyiket meg tudom ragadni, amely nem a teremtő maga? Felgyorsítanál a fejlődésünket, mondja a srác, ennyi marad. Az a potenciális lehetőség, hogy formegyedésbe kerüljek vele, hogy megismerjem őt, és hogy jön abba az irányba, vele haladjak. Hát ő teremtett mindent. És a tudatosság és minden más, hogy hogyan tudjuk ezt megmérni egy adott volumenben, egy valamilyen fajta tudatosság kell, hogy olyanok legyünk, mint ő. A szabad választásnak a pontja az nagyon lényeges, mivel nincs valódi szabad választás, hát hol van olyan pont, ami rajta kívül van? Van egy választás, ahol látnunk kell, ebben a pontban kell látnunk, hogy minden tőle áramlik ki. Így van. Amit hozzá tudnék adni, az az, hogy ő mindig egy képesség az nekünk, hogy mi a jó, mi a rossz, és ilyen módon túl kell lépni a rosszon, hogy a jó felé mozduljunk el. Tehát hogyan tudunk elmozdulni a csoport felé? Tehát hogyan tudjuk felismerni, hogy mit akar tőlünk a teremtő? Tehát nyilvánvalóan ez a szabad akarat, hogy ez, tudjuk a jót meg a rosszat, és ragadjuk meg a jót, hogy a rosszat korrigáljuk. Tehát ez az, ahogy a módszert meg tudjuk valósítani, a teremtő maga változatlan. Ami munkánk mondja nyilván az, hogy felfedezzük, az, hogy az egész Földet, azaz a teljes vágyat kitöltöző dicsősége. Tehát az, hogy hogy fedezzük föl, ez egy másik dolog. A feltárulás nem maga a cselekedet. Tehát minden meg van határozva, ez tény, de a szándékunk az nincs meghatározva. És ez az a hely, ez az a pont, ahol a szabadság felé vezet bennünket, mert ez változtatja meg a szándékunkat. A munkánk, mint közösség, az pontosan arra kell, hogy irányuljon, hogy képesek legyünk atmoszférát találni, ahogy nincs más rajta kívül, és ilyen módon
Egyet kell, hogy értsünk valóban a felett, hogy hogyan kontrollál bennünket, tehát hogyan tudjuk felgyorsítani az időt. Tehát nyilvánvalóan az ember nem tesz semmit, amit ne a fény dolgozna rajta. Tehát, hogy hogyan haladunk előre, és így lehet felgyorsítani mindent, hogy képesek legyünk az összes erőt használni a kabala bölcsességének a feltárására, hogy felgyorsítsuk a saját fejlődésünket ezáltal. Tehát mi itt vagyunk. Tehát ugye semmi nem választ el bennünk a teremtőtől. A helyzetben benne vagyunk, az mindennek föl kell ismerni, hogy olyan kell összekapcsolódnunk, a kabala bölcsességhez, hogy kell kapcsolódni, amit ahhoz, amit a kabalisták feltártak. Tehát éreznünk kell, hogy a végén mi a mi valódi szerepünk, és hogy addig pedig egyszerűen követnünk kell a szívbéli pontot. Tehát amiről beszélünk, nyilvánvalóan ez nagyon fontos. Tehát nekünk azt kell kívánni, hogy el tudjuk fogadni a közösségnek a hatalmas erejét és befolyását magunk fölött, hogy valóban láthassuk, hogy minden a teremtőtől árad ki, és ez a mi választásunk, hogy erőfeszítést tudjunk erre tenni egymás között. Azután, amit itt mondtatok, a minden gondolat az, és minden érzelem ebből kell kiáradjon. A szabad választás az abban kell megnyilvánulni, hogy együtt megtapasztaljuk a szabad választásnak az erejét, hogy, és ez nehéz szavakba önteni, hogy valóban tudjuk, hogy mi a jó, és nekünk a jó és a rossz gondolatát magunkban tudjuk őrizni, szét tudjuk választani a még gondolatban is ezeket, és a cselekedőben pedig egyetértsünk az ezen a gondolatban megfelelő választásban, és így kerüljük el a csapásokat. Tehát a jó, a felgyorsításra hagyjunk előre. Hogyan tudom én ezt a képet megalkotni magamban, hogy a szándék uralja a cselekedeteket, vagy pedig a cselekedet uralja a szándékot. Tehát hogy tudom a helyes képet megalkotni magamban? Mi uralkodik mind? Hát a szándék uralkodik nyilván a cselekedeteken, mondjani. Ez egy állapot, amikor az ember megpróbál előreadni és kérni, hogy az ő cselekedetei azok semmilyen önzést ne tartalmazzanak, és legalább valamilyen mértékben az adakozás hiányáról tűzelek rá. Én azt gondolom, hogy több ezer ábrázolási pont van itt, hogy a szándék uralja a cselekedeteket. Nekünk úgy kell együtt dolgoznunk, hogy a barátok szándékai azok uralják ezeket a pontokat, és valóban a teremtő tehát lényegtelen, hogy milyen szándék jön elő, mégis a cselekedet felülről van meghatározva az, hogy milyen szándékkal tesszük meg a cselekedetet, az pedig mi. Ez olyan, mondja a srác, mintha azt éreznénk, hogy semmilyen kontroll nincs, semmilyen esetben, még a szándékok felett sem lenne kontrollja a teremtőnek, hiszen az én szándékom egyébként a teremtőzemből fakadóan megszerző. És hogy valamilyen cselekedetet végre tudjak hajtani, amelyet a természetemmel ellentétes, ahhoz a szándékaimat kell megragadni. Nem tudom, mondja a kökösát. Sáj. Tehát abban a pillanatban, amikor az egyik a kettő közül előre meghatározott, akkor a másiknak is előre meghatározott módon kell közelíteni fel. Tehát egyik kulcstos, akkor a másik azonban bizonyos körülmények között mégis képes a szabad akaratot megnyilvánítani. Tehát nyilván, ha a cselekedet statikus, és a teremtő által meghatározott, akkor a cselekedet mögötti szándék az, amiben szabad tudok lenni. Az embernek önmagát úgy kell látni és felfognia, hogy a külső cselekedetek nyilvánok meg a valóságban, és minden más el van rejtve az ember elől, vagy pedig olyan cselekedet is meg lehet formálni, amelyek felett állhatnak mindannak, amit az ember lát. Tehát, hogy minden mögött van valamilyen erő. Be,
Nyilván az embernek megvan az ereje, hogy elveszítsen bizonyos kontrollt, és nyilván hirtelen azt érzi az ember, hogy a szándékokkal megfékezíti az egóját, nyilván a teremtő segítségével, tehát a zavarok meg az a célra érkeznek az emberhez. Tehát vagy hagyjuk, hogy a cselekedet kontrolláljon bennünket teljes egészében, mindenféle szándék nélkül, egyszerűen csak meglógunk a gondolkodás elől, vagy pedig itt az akadás szándéka jelenjen meg, tehát hogy mi nem tudjuk a cselekedeteket másképp kontrollálni, mint... Tehát természetes módon a cselekedet uralja a szándékokat, nyilván ez azt is jelenti, hogy a megszerzésről beszélünk, és nincs különbség a között, hogy mi milyen módban változtatjuk ezeket, tehát a szándék uralma azt jelenti, hogy az mindig ott van, és számításokat tudunk végezni, mi lenne a jobb a számomra, és amikor a szándék valóban cserélődik, akkor az ember valóban érezheti, hogy a közösségnek az ereje, az árvótnak az ereje az, amely Rav. Adam Harishon, amiről tanulunk, amely le van választva a szándékról, ő nyilvánvalóan meg kell, hogy ízleljen egy ízt a megszerzés érdekében, és erre mondva van, hogy ha én megízleltem és jó, akkor többet eszek, hogy mondva van. Tehát a szándék nyilván a megszerzések egy irányuljon, akkor még többet eszek, ugye? A szándék határozza meg, hogy még milyen mérték a megszerzési vágyam, és nyilvánvalóan az ember számára az egy ösztönös fajta elmozdulást jelent, hiszen képtelen vagyok kilépni a saját szándékaimból a megszerzés érdekében irányul a szándékaimból, csodakodásból lépni. Mindenki csöndes. Oké, tehát akkor mi van a másik oldalról? Hogyan tudunk mi a szándékból kilépni? Ennek érdekében, hogy megszerezzük. Tehát, hogy az ellentétességet csináljuk. Tehát milyen fajta helyzetben vagyunk? A szituáció az ott, amit Ciucsilánu. A helyzet a valóságunknak megfelelően azt jelenti, amikor összerakunk ebben a... Nekünk azt kell kérni ebben a kapcsolatban a teremtő változtatásunk, a szándékunkat erre kell, hogy irányuljon. Meg kell lenni az almát, a tudás almát, de a barátokért. Hát amikor adakoznak akarunk, akkor nyugodtan eldöntjük, hogy többet teszünk. Csak együtt, mondja a következő fiú. Hát ez egy nehéz kérdés volt. Igen. Tehát a kapcsolatban, amikor másokat akarunk eltetni, éreznünk kell a fényt, amely mindent elhoz nekünk. Nekünk folyamatosan a szándékra kell fókuszálni, és makacsul kell ragaszkodni ehhez. Tehát, ha nincs szándékunk, akkor erőszakkal kell, vagy erőltetni kell azt, hogy próbálgatni kell a szándékok növelését. Nyilván a teremtőt kell kérnünk, hogy adja meg a vágyainknak az új irányultságát az adakozásra, és akkor megyünk át a 10 szféra tanulmányára. A 16-os rész.